Emlékeznek még, amikor a pandémia miatt az otthoni bezártságot ekintedő a Filharmónia Magyarország ilyen lakótelep koncertekkel szórakoztatta a városok lakóit, számtalan kellemes pillanatot szerezve a négy fal közé kényszerülő emberek számára. A vírus helyzet múlóban van, és már a köztereken is lehet programokat szervezni, így hát új rendezvénysorozat veszi kezdetét. Az országos térzene programra a Szekszárdváros is nyertes pályázatot nyújtott be, és nyert 7,5 millió forintnyi támogatást. 30 komoly zenei rendezvényt, eseményt tudunk Szekszárdváros lakosságának kínálni. Egy évünk van a program megvalósítására, már is júliusban elkezdtük azoknak az eseményeknek a meghirdetését, amelyeket már korábbi időszakban is szervezés alatt tartottunk. Úgyhogy örömmel tudósítjuk a városlakókat, hogy a Garai téren már július 3-án szombaton a Varázslatos Harmonika címmel kezdetét veszi ez a rendezvénysorozat, és most a nyáron elsősorban a Vármegyeháza udvarán és a Garai téren fogunk olyan programokat kínálni, amire mindenkit sok szeretettel várunk. Alapvetően klasszikus zenét, de ebben olyan könnyebb darabok, olyan formációk is megjelenhetnek a zeneiskolánk bevonásával, illetve szekszárdi, pécsi, környékbeli olyan formációkkal, akik változatos programot fognak nekünk kínálni. Zenél majd a szekszárdi gitárkvartett vagy a pécsi filharmonikusok több formációja is. A rendezvénysorozat kapcsolódik majd a születi programsorhoz és a Zene Világnapjának rendezvényeihez is. A szervező Babits Kulturális Központnak egy esztendő áll rendelkezésére arra, hogy végigvigye a koncertsorozatot. Mi szeretnénk ezeket a tereinkre kivinni. Itt ugye még a karácsonyi alkalommal is, egy adventi ünnepségen is egy csodálatos hangulatú karácsonyi programot is elő lehet adni. Azokat a rendezvényeket hozzuk csak be, amelyek maximum az időjárás miatt, illetve a jellegénél fogva olyan hangszerigénye van, amelyet ugye egy szabad téren nem tudunk akkor előadni. De mivel térzene, én úgy gondolom, hogy a város lakossága örül annak, hogyha szabad téren találkozhat most újra olyan zenei produkciókkal, amelyek az elmúlt másfél évben elmaradtak. A Duna túlpartján Kalocsán is felcsendülnek a muzsika hangjai ennek a kezdeményezésnek eredményeként. A szervező a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Lesz. Az elképzelések szerint számos helyi csoport is helyet kap majd a koncertsorozatban. Itt a Kalocsai piactéren fogunk szabadtéri koncerteket szervezni a piac nyitvatartásának idejében. Júliusban indul ez a program, július, augusztus, szeptember, októberben fog tartani ebben az évben. Aztán advent 4 hétvégén fogunk készülni egy másik helyszínen, ünnepi hétvégéken, és utána pedig 2022-ben újra fogjuk indítani ezt a programot, és áprilisban és májusban fogjuk felhasználni a 30 fellépőből még fel nem lépett együtteseket. Nagy lehetőséget látok ebben a programban, hiszen gondoljuk csak bele, hogy azok az emberek, akiknek nem volt a mindennapi életük része a zene, akár a könnyű zene, a népzene, a világzene, vagy egyáltalán a zene, azok az emberek ezt most gyakorlatilag úgy tudják megkapni a kultúrát, hogy egy egyszerű piaci bevásárlás során részesei lehetnek egy jó produkciónak, egy kiváló művésznek a fellépésének. A koncertsorozat a Filharmónia Magyarország szakmai felügyelete alatt zajlik, ami egyfajta biztosítékot jelent arra, hogy Szekszárdon vagy Kalocsán magas minőségű muzsika szórakoztassa a sétálgató, vagy éppen vásárlásukat végző embereket.